Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Két ember életét mentette meg. Szabadnapos rendőr mentett embereket a lángolóházból Bonyhádon. Veszélyes gyerekjátékok. 10-ből 7 eszközt nem javasol a fogyasztóvédelem. Nemzetiségek adventje. Együtt ünnepeltek a dombóvári népcsoportok. Sportolás télen. Bőven van lehetőség Szekszárdon. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabadnapos rendőr mentett ki 7 embert egy lángolóházból Bonyhádon. A fiatal rendőr 2 barátjával épp egy bálból ment haza, amikor észrevették a hatalmas füstelégő házat. Azonnal odarohantak és betörték az ablakokat, hogy felébresszék a bent alvókat. Összesen 7 ember életét mentették így meg. A tűz közben a szomszédos házra is átterjedt. A tragédia egy halálos áldozatot is követelt. Jöttünk hazafelé a műfházba lévő sportbából. Szabadnapja végén hajnalban hazafelé tartva vette észre a fiatal rendőr, hogy hatalmas füstelég a Bonyhádi ház. A barátaival azonnal futni kezdtek, hogy a szomszédos ingatlant megkerülve minél előbb az égő ingatlan udvarára érjenek. Az ablakok voltak kitörve, a füst jött kifelé az épületből. A Bonyhádi rendőr először betört egy ablakot, hogy felébressze a bentalvókat, majd ahogy csak tudtak, dörömbölni kezdtek. Bekiabáltunk, mire kijöttek az ott lakó személyek, akik nem is észlelték ezt a tűzesetet, és mindenkit kihajtottunk, kikísértünk az utcára. A rendőr közben a kollégáit és a tűzoltókat is felhívta telefonon, akik hamar a helyszínre érkeztek és átvették a tűzoltását. A fiatal egyenruhás azt mondja, a barátaival egy másodpercig sem gondolkodtak azon, hogy a telefonhívás előtt először a bajba jutottak segítségére siessenek. Én lehet, hogy egy kicsit így a szakmából kifolyólag indultam ösztönösen, ők pedig jöttek utánam. Én őket úgy ismertem meg, hogy nélkülem is ez lett volna nekik az ösztönös cselekedetük. A tűzesetben egy férfi elhunyt, ő valószínűleg már megfulladt, mire a rendőr és a barátai észrevették a füstöt. A tragédiát valószínűleg egy gyertya okozta. Megbízható szaküzletben vagy internetes áruházban a gyerek életkorában képességeinek megfelelő játékot szabad csak venni, így elkerülhető a csalódás vagy a baleset veszély. Hívják fel a figyelmet szakemberek. A Tolna megyei fogyasztóvédők több veszélyes játékot kiszűrtek legutóbbi ellenőrzésük során. Azt mondják, a veszélyes játékok előfordulása az alkalmi árusítóhelyeken a gyakoribb. Bármelyik játékot leveszem én a polcról, a legkisebb csecsemőjátékot is, akkor megtaláljuk rajta a céljelölést, ami fontos, mert ennek a jelölésnek nem hozható forgalomba Európába. Fejfer Zoltán, a Neobaby baba felszerelési szakáruház szekszárdi üzletvezetője éppen azt mutatja, mi az, amire mindenképp oda kell figyelniük a vásárlóknak egy gyerekjáték megvásárlása során. Ha ugyanis hiányzik a CE jelölés, az eleve felveti, hogy a termék nem felel meg a biztonsági előírásoknak. Ezt és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott tiltást, vagy az azt jelző szimbólumot is figyelni kell a termékeken, mint ahogy a játék elnevezését, gyártóját is. De egyéb szempontokat is érdemes figyelembe venniük a vevőknek. Nagyon fontos az, hogy hol vásárolok. Tehát ha egy olyan megbízható helyen vásárolom a terméket, ahol a későbbiekben bármilyen probléma fordulhatok, az mindenképp előny. Illetve, hogyha szaküzletben jönnek és szakirányú helyen vásárolják, ott tanácsot is tudnak kapni annak megfelelően, hogy melyik korosztálynak milyen játék való. A Tolna megyei fogyasztóvédők által vizsgált játékok közel 70%-a megbukott a legutóbbi ellenőrzésen. Egy összerakható játszószőnyegnél például azt állapította meg a laboratóriumi vizsgálat, hogy kisebb erő hatására is leváltak róla darabok, ami fulladást okozhat. A zenés gyerekjátékok pedig túl hangosak voltak, mondja Orosz Valéria, fogyasztóvédelmi főosztály vezetője. Ebből a 4-ből 2 akusztikus játék volt, ami azt jelenti, hogy ott annál az előírtnál hangosabb volt a játéknak a működése, ami azért nagyon nagy baj, mert ha tartósan használja a gyerek, és hát ugye ezeket tartósan használják a gyerekek, akkor ez esetleg halláskárosodást okozhat. 2016 és 2019 között a fogyasztóvédelem 403-féle gyermekjátékot vizsgált meg, ezek 39%-a nem felelt meg az előírásoknak.
Az utóbbi két hónapban megugrott a fedezetlen, elsősorban kisebb összegű személyi kölcsönök és áruhitelek felvételének száma. Szakértők szerint ez azzal magyarázható, hogy egyre többen vásárolnak az ünnepre hitelből. Míg 2013 első felében 22-23 milliárd forint személyi kölcsönt vettek fel az emberek, addig 2019 első felében 147 milliárdot, tehát közel 7-szer annyit, mint 6 éve. A növekedés az év utolsó hónapjaiban az ünnepek közelettével is jól látható. Nem mindegy, hogy milyen hitelt vesznek fel az emberek, hiszen míg a legnépszerűbb hitelfajta, a személyi kölcsön, teljes hiteldíjmutatója maximum 24,9%, addig az áruhitelek THM-je 39,9% is lehet. Több fontos mérföldkövön van túl a két új paksi blokk megépítését koordináló projekttársaság. Zajlik az engedélyezés legkomplexebb folyamata, a létesítési engedélykérelem dokumentációjának összeállítása. Az engedélyezés után a létesítésre fókuszál a Paks 2 ZRT, illetve ezzel párhuzamosan készül a majdani üzemeltetésre, mondta el az évet értékelve Lenkei István vezérigazgató. Jelentős előrehaladás történt az engedélyezési dokumentáció feldolgozásában, több fontos tender eredménnyel zárult, februárban átadták a felvonulási épületek áramellátását biztosító transformátorállomást, nyáron pedig elkezdődött az első felvonulási épületek megvalósítása is, azaz jól halad a projekt, amelynek eredményeként nemzetközi együttműködésben korszerű atomerőművi blokkok épülnek Pakson, értékelte az évet a Paks 2 vezérigazgatója. Elmondta, 400 engedéllyel rendelkezik a projekt, a szakemberek a létesítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció értékelésén, összeállításán dolgoznak. Az engedélyezési eljárás igen szigorú és összetett, folyamatos párbeszédet, egyeztetést igényel a fővállalkozóval, hatósággal. A cél az, hogy olyan dokumentáció kerüljön 2020. június végén az Országos Atomenergia Hivatal elé, amely garantáltan megfelel a magyar és nemzetközi elvárásoknak. Ellentétben más országokkal, például Finnországgal, nálunk a dokumentumot, ugye, mint engedélyes, Paks 2 adhatja be. Nem adhatja be a fővállalkozó, de a fővállalkozó készíti. Nyilvánvalóan koprodukcióban velünk. Tehát nekünk ebben az engedélyezési munkában az egyik legfontosabb szerepünk az, hogy mielőtt beadjuk, akkor ellenőrizzük és biztosítsuk azt a biztonsági, szakmai, műszaki színvonalat a dokumentációnál, amire biztosak vagyunk mi, mint mondjuk így belső hatóság, hogy ha a rendes hatósághoz, tehát az OAH-hoz és az egyéb szakhatóságokhoz bekerül a dokumentum, akkor garantáltan el fogják fogadni. A Paks 2 ZRT az engedélyezés után a létesítésre koncentrál, illetve felkészül a majdani üzemeltetésre, mert a Paks 2 ZRT feladatkörébe tartozik az új blokkok üzemeltetése is. Lenkei István hangsúlyozta, a különböző feladatok különböző szakembergárdát, szervezeti felépítést igényelnek. A feladatokkal összhangban változó szakemberigény kiszolgálása érdekében is jelentős lépéseket tettek 2019-ben. Lenkei István hozzátette, a küszöbön álló esztendő is sok szép feladatot tartogat a kollektíva számára. Meghalt Varga Imre szobrász. Mások mellett a szekszárdi Prométeusz parkban található szoborcsoportot is ő tervezte. 1978-ban készült el vele. Varga Imre 1923-ban Siófokon született, művei pedig nem csak köz- és magángyűjteményekben, de az ország számtalan pontján felbukkannak. Varga Imre 96 éves volt. Közös karácsonyváró gála estet tartottak a Dombóvári és Dombóvár környéki nemzetiségi önkormányzatok. A már hagyományos adventi programot a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezi meg minden évben. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke szerint pedig példaértékű és ritkaság számba menő az az összefogás, amit a Dombóvári Nemzetiségi Önkormányzatok végeznek. Pécsi horvát nemzetiségi általános iskolások is felléptek a Dombóvári Nemzetiségek adventi gála műsorán. A helyi Apáczai Csere János szakgimnáziumban megtartott rendezvényt a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezte meg, és meghívták a német és a róma képviselőket, valamint a Dombóvári Örmény Egyesület tagjait is. Ez itt már hagyomány. Az én családom abszolút monarchista családnak mondani, ami nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert apajágon horvát származásúak vagyunk, anyajágon horvát, anyajágon német származások, rengeteg
osztrák-magyar keveredéssel, tehát az, amit a Monarchia annak idején megvalósított, azt tulajdonképpen visszük tovább, és ezeknek az emlékeknek, érzéseknek, identitásnak a megőrzése érdekében teszünk meg mindent. A gála esten Dombóvár polgármestere is részt vett. Ő ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok már eddig is sokat tettek a városért. És nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a köszöntőben kiemeltem, hogy vannak emberek, akik sokat dolgoznak azért, hogy a mai este létrejövessen, és ezért is szerettem a név szerint köszönteni a nemzetiségi önkormányzatok elnökét. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke pedig azt emelte ki, hogy ritka, ugyanakkor példaértékű, hogy a különböző népeket és népcsoportokat képviselők együtt ünnepeljenek karácsonyt várva. Láthatom különböző kultúrájú programokat, minden kisebbség előadta maga hagyományait, főleg dalban, táncban, versben, és én nekem ez nagyon tetszett. Tehát az a jellemző, hogy inkább saját magunknak készítünk programokat, nemzetiségünként külön, de ám in blokk, ám együtt, ritkában fordul elő. A dombovári gála es során a helyi horvát önkormányzat által idén alapított díjakat is átadtak. Idén hárman vehettek át elismerést a közösségért végzett munkájukért. Az őszi bonyhádi sportesték legutóbbi vendége Bai Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó volt a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban. A diákokból álló hallgatóság pályájának kezdetéről kérdezte az atlétát. Szóba került a tokiói olimpia, amelyre nem lesz könnyű a kvalifikációs szintet megfutnia a sérülése miatt fél éves felkészülési szünetet tartó sportolónak. Az időszakon megfelelő edzésmunkát végzem, úgyhogy nyár végén, augusztusban el tudtam kezdeni a teljes, hát nem teljes értékű, de felhozó edzéseket, ami gyakorlatilag időközben már teljes értékű edzéseké változtak, úgyhogy most már szerencsére mondhatom azt, hogy teljes erőmben tudok részt venni az edzéseken, sőt már azon gondolkozom, hogy a következő feledpályás versenyeken részt is vegyek. Nyilván ez még nem biztos, ez majd a következő egy-két hónapnak a munkája alapján fog eldőlni. Egyelőre nagyon bizakodó vagyok, és úgy gondolom, hogy akár az is szóba kerülhet, hogy versenyezzek. Két év elteltével újra van világbajnoka a Szekszárdi Rádió Amatőr Sportnak. Weiss László a Szekszárdi Rádió Amatőr Klub versenyzője. A Madera-szigetén megrendezett versenyen 20 ország képviseletében 250-en vettek részt az egyéni, illetve nemzetközi csapatversenyben. Közöttük bizonyult a legjobbnak, és lett újra világelső Weiss László. Télen sem kell aggódniuk azoknak, akik kellemes körülmények között akarnak sportolni. Szekszárdon például a szekszárdi sportcsarnokban folyamatosan van erre lehetőség. Az amatőr sportolók ugyanis a helyi sportcsarnok összes termét használhatják. Játszhatok ma, akármeddig, most senki sem veszekszik. Babamama foglalkozás várt a szerdán délelőtt a szekszárdi sportcsarnok egyik kis termében látogatókat. Itt egész évben így télen is folyamatosan fogadják nem csak a klubcsapatokat és egyesületeket, hanem a szabadidősportokat űző amatőröket is. Itt két kisebb, két 90 négyzetméteres terem van, és ez a terem, amiben vagyunk, a 180 négyzetméter. Öt kisebb, különböző méretű terem várja a mozogni vágyókat a nagypálya mellett a szekszárdi sportcsarnokban. Ezeket a termeket szinte minden sportághoz és mozgásformához lehet használni. Van egy táncterem, van egy kisebb edzőterem, ahol kosárlabdázni, bármilyen más kisebb létszámú labdasportot lehet űzni. Van egy boxtermünk, van egy konditermünk, és van az asztali teniszterem, amit edzésidőn kívül szintén asztalonként is lehet bérelni, illetve igénybe venni. Az időpont foglaláshoz viszont egyeztetni kell a sportcsarnok munkatársaival, mert télen a sportklubok is itt edzenek. A sportcsarnok programját azt havi, heti és napi összeállításban a honlapunkon is közzétesszük, illetve a portán is lehet ezzel kapcsolatban érdeklődni. Ugye alapvetően a téli hónapokban a versenysport nagyon sok időt és kapacitást leköt, ettől függetlenül vannak szabad óráink. A szekszárdi műjégpálya is egész télen várja a korcsolyázni vagy jégkorongozni vágyókat. Itt az iskolai téli szünet és karácsony idején számítanak a legnagyobb tömegre. Emellett a szekszárdi sporttelepen található futópályát is felkészítették a télre a szakemberek. Ott a lámpák érzékelők segítségével már kora délután sötétedéskor automatikusan felkapcsolnak. Regionális híreink következnek. Váltás a pécsi cégek élén. Magasabb fizetésért dolgoznak az új igazgatók. Cél a nehéz sorsú gyermekek és szüleik segítése. Megújult közösségi tér Baranya-Szentgyörgyön. Gasztropiknik. Különleges fogásokkal csábították a vendégeket a Balatonra.
Menesztett városi cégvezetőket pótolt kedden a pécsi közgyűlés. 4 cégben is megnevezték az új igazgatókat. Van olyan vezető, akinek jelentősen nő a fizetése, de a többieknek maradt a korábban megállapított juttatás. A személyi kérdésekről zárt ülésen döntöttek a városi képviselők. Az ellenzék szerint érthetetlen, miért váltak meg például egy több évtizede dolgozó sikeres igazgatótól. Új vezető kezdheti meg a munkát 4 cégben, így döntött a pécsi közgyűlés keddi ülésén. A város sportcége, a vagyonhasznosító társasága, a Baranyai megyeszékhelyet üzemeltető Biocom, illetve a városi fejlesztéseket, beruházásukat bonyolító társaság kapott új igazgatót. A vagyonhasznosító esetében egy bizalomvesztés okán kialakult felmentés, ami egyhavi felmondással zárult, és egy Pécsre elszámozott cégvezető, akit hazahoztunk, veszi át. Szabó Szilárdnak hívják, nemzetközi és magyar nagy ingatlan forgalmazó és ingatlan üzemeltető cégeknél dolgozott az elmúlt 30 évben. 25 éve vezette a Biocomot Kis Tibor. Most távozik a posztról. Az alpolgármester azt mondja, közös megállapodással. Helyette olyan igazgató érkezik, aki már volt a cégnél. A Genszler úr, aki hazatérőt, ugye az 4 éve annak idején viharos körülmények között az önkormányzat vezérigazgató helyettesítő posztról leváltotta. Ő is Pécsről kikényszerült munkát vállalni, ő is egy hazahozott vezérigazgató. Itt azonban meg kell jeleznem, hogy a Kis Tiborral kapcsolatos váltás az egy hosszú egyeztetés és folyamat része, és a Kis Tibor a később szakmai tekintetben is, mint egyetemi kolléga több tekintetben számítanánk a városüzemeltetés mellett is. Állítólag azért kellett mennie, mert vele nem tudta elképzelni a megújulást a polgármester. Ez hangzott el a döntést meghozó zárt ülésen a pécsi közgyűlésben, mondja Kővári János. Az ellenzék képviselője szerint a volt igazgató éppen a megújulás, a fenntarthatóság jegyében dolgozott. Kis Tibor ennek szellemében is alakította ki mindig is a tárgyi és személyi feltételeket, úgyhogy már csak kicsit a rehabilitációja révén is hadd mondjuk ezt, hogy talán elnézést kellene kérni a polgármester úrnak, hogy nem tájékozódott ez ügyben, hogy Kis Tibor rendkívül progresszív nézetekkel rendelkezik, ezért nem kellett volna leváltani semmiképpen. A legnagyobb fizetést a vagyonhasznosító vezére kapja mostantól. Az 1.800.000 forint. Így a korábbi az 1.200.000 volt, talán 3. 1.100.000, tehát egy majdnem 50%-os emelés. A Biocom új vezetője 1,4 milliót kap. A városfejlesztési cégnél 1,3 millió a juttatás, de itt csak 6 hónapra nevezték ki az igazgatót, mert pályázatot írnak ki a posztra. A Pécsi Sport ZRT élére Máté János nevezték ki, aki szintén 1,3 milliót kap. Ehhez jön még a prémium, ami az éves fizetés 70%-a lehet. Ennek előlegként a maximális összeg 40 vagy 50%-át vehetik fel a szabályozás szerint. A nehéz sorsú gyermekek és szüleik segítése a célja annak az intézménynek, mely most újult meg Baranya-Szentgyörgyön. A Jó Kis Hely elnevezésű épületegyüttesben foglalkoztató termet, játszószobát alakítottak ki, de akár főzési és mosási lehetőséget is igénybe vehetnek a családok. Az átadó ünnepségen elhangzott, hamarosan újabb fejlesztések valósulnak meg a településen, mely a lakosság igényeit szolgálja ki, de egyúttal a gazdaság fellendítését is elősegíti. Jó Kis Hely. Ezt az elnevezést kapta az az épület, melyet kedden adtak át Baranya-Szentgyörgyön. A felújított intézmény egy olyan közösségi tér, ahol 0 és 25 év közötti nehéz sorsú gyermekek és szüleik részesülhetnek segítségben, hiszen akár napi rendszerességgel tartanak különböző foglalkozásokat a családoknak. Különböző szakemberek bevonását, hogyha kell a családsegítésbe, havonta egy hétvégén tartunk nekik ilyen kézműves ilyen foglalkozásokat, és ezeket a célokat fogja szolgálni az ő a gyerekek fejlesztése érdekében, illetve a szülők és gyerekkapcsolat, családkapcsolat erősítése érdekében. A 20 millió forintos támogatással megvalósult EFO pályázat keretében kialakítottak egy nagyobb foglalkoztatótermet, egy kisebb játszószobát, de modern vizes blokkok, mosási és főzési lehetőség is várja a családokat. Mint az átadó ünnepségen Őri László elmondta, itt még nem állt meg a település fejlesztése. Hamarosan elkészül az új közösségi piactér, de a megyei önkormányzat támogatásával egy igen komoly energetikai korszerűsítés is várható a következő időszakban itt Baranya-Szentgyörgyön. Ez azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzati intézmények azok hatékonyabban tudjanak működni, a bevételük kisebb részét kelljen rezsiköltségre fordítani. A hamarosan megvalósuló beruházásoknak köszönhetően a megmaradó összeget a település lakosainak életszínvonalának jobbátételére és
és a gazdaság fellendítésére fordíthatja az önkormányzat, tette hozzá Őri László. Karalábéleves tormával, szarvasjava vadasan, dióskalács bírsalmával, paradicsomos zöldséges pacal, parmezán sajtal, csicsóka csipszel. Csak néhány különleges étel, amelyet kínáltak a balatoni éttermek a Gastropiknik sorozat legutóbbi állomásán. A balatoni körrendezvényén 10 étterem várt a fogásaival az érdeklődőket, akik a térség pálinkáit és borait is megkóstolhatták Balaton lellén. A cél, hogy bizonyítsák, minden évszakban érdemes a magyar tengerhez látogatni. Folyamatosan készültek az étel különlegességek. Minden résztvevő étterem két fogással érkezett az adventi gasztropiknikre. Csináltuk egy forró almalevest, kecske sajta, mandulával, meg van egy szarvasvadasunk, az meg dióskalácssal készítettük el. Szerintem tudjuk meg mutatni. Kicsit meghökkentő párosítás. Szerintem teljesen működik a dolog. A dió őszi, úgyhogy szerintem működni fog. Van hozzá egy kis bírsalmánk. Savanyúság miatt. Minden étterem igyekezett őszi-téli hozzávalókból készíteni az ételeket, így tette ez a balatonboglári vendéglátóhely is. Ez egy sertésfejhús, úgynevezett disznósajt is lehetne, de mi így hívjuk, és ehhez készítettünk egy remuládmártást, illetve savanyított zöldséget, lilahagymát, retket, igazából ennyi, egy jó kovászos kenyérrel. Az éttermek kínálatában mindenki találhatott kedvére valót. Én egy tormás, citromos dresszinggel egy kocsonyát kóstoltam most a kis tücsökéktől, és nekem nagyon ízlett. Levessel vagy hideg előétellel, illetve főétellel készültek az éttermek a téli gasztropiknikre. Ez egy véres hurkakása, ilyen csicsókával és ilyen savanyú almával. Hogy ízlik? Nagyon finom. A pálinkák borok ízvilága és téli hangulatot idézett. Mást fogyaszt ugyanis a vendég nyáron, mint a hidegebb hónapokban. Mi is inkább testesebb borokat hoztunk, mind vörösbe, mind pedig fehérbe, sőt, még hoztunk egy narancsbort is, ami egy közel 16-os alkohola, egy nagyon erős koncentrációval, nagy beltartalommal, azt gondolom, hogy ilyen hűvös időben inkább ezeket érdemes, egy kicsit felmelegít. A Balatoni Kör Gasztropiknik sorozatának célja, hogy felhívják az éttermek, borászatok a figyelmet arra, hogy minden évszakban érdemes ellátogatni a tóhoz és megkóstolni a különlegességeket. Az elmúlt években népszokásokat és népi mondásokat is olvashattak decemberben a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum előtt elsétálók. Az idei adventi naptáron rendhagyó módon pénzérmék fotói láthatók. A kiállítóhely így népszerűsíti januárban megnyíló új állandó tárlatát. Emögött az ablak mögött egy numizmatikai kiadvány látható, ami a múzeumnak a gyűjteményéből van. Két rész már megjelent belőle, most fog a harmadik, és ebből a kiadványból szerepelnek a képek a naptáron. Minden nap egy-egy pénzérmét és annak történetét rejti az adventi naptár. Nem csak érméket láthatnak rajta azok, akik ellátogatnak ide a múzeum elé, hanem arról is olvashatnak, hogy ezek az érmék hogyan kerülnek a vitrinekbe, hogyan kerülnek elő. A Rippl-Rónai Múzeum munkatársai minden évben igyekeznek különleges adventi naptárral készülni. Így van ez idén is. Közelmúltban már otthont adott egy numizmatikai tárlatnak a múzeum, a most készülő kiállítás azonban más lesz. Volt nálunk egy vándorkiállítás, egy numizmatikai kincses kiállítás, ami ugye még egyszer mondom vándorkiállítás volt, tehát abban lesz más, hogy ez teljesen a múzeumnak az anyaga lesz, a gyűjtemény, amit itt megtekinthetnek. Lesznek benne aranypénzek is, illetve azért is lesz különleges, mert múzeumpedagógiai, hát interaktív elemekkel lesz ez gazdagítva. A Rippl-Rónai Múzeum éremgyűjteménye az ókortól az 1700-as évekig tartalmaz darabokat. Ezek nagy részét vagy csak régen, vagy még sohasem láthatta a közönség. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Két ember életét mentette meg. Szabadnapos rendőr mentett embereket a lángolóházból Bonyhádon. Veszélyes gyerekjátékok. 10-ből 7 eszközt nem javasol a fogyasztóvédelem. Nemzetiségek adventje. Együtt ünnepeltek a dombóvári népcsoportok. Sportolás télen. Bőven van lehetőség Szekszárdon. Csütörtökön borongós, viszonylag enyhe időre készülhetünk. Jelentős mennyiségű csapadék azonban sehol sem hullik. Gyenge lesz a légmozgás.
Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!